Első vereségét éppen a Vasastól szenvedte el a Nyíregyháza, amely listavezetőként fogadta a fővárosiakat. Az első negyedben sokáig a vendégek vezettek, de végül két pontos cápa vezetésnél mertek az első pihenőre a csapatok. A második 10 percben sem változott a játékképe, a házigazda nem tudott ellépni ellenfelétől, így 44-44-es döntetlennel zárult az első félidő. Fordulás után szigorított védekezésén a hazai csapat, elől is pontosabb lett a játék, aminek eredményeként elkezdett nyílni a két csapat közötti olló. A záró negyednek már 10 pontos előnnyel vágtak neki a nyíregyháziak, akik ezt még meg is fejelve végül magabiztosan hozták a kötelező győzelmet. Az első félidőben hagytuk, hogy a Vasas játéka érvényesüljön. Ők ilyen kemény, agresszív védekezést játszanak a falhatáron. Hagytuk magunkat, aztán a második félidőben megmutattuk, hogy mi is tudunk így védekezni. A Vasas edzője szerint bár minden tőlük telhetőt megtettek, végül érvényesült a papírforma. A két csapat nincs ugyanabban a súlycsoportban, én úgy gondolom. Főleg most a Nyíregyháza szerintem a legjobb formában lévő csapat az egész bajnokságban. Az volt a különbség más mérkőzésekhez képest, hogy nyilvánvalóan egy ilyen erős hazai csapat azért jobban büntet, azaz azt jelenti, hogy mi nekünk a kevés lehetőségeinket kellett volna kihasználni. Majdnem tökéletes játék kellett volna itt a győzelemhez, vagy az EGL mérkőzéshez, ez sajnos ma nem sikerült. Mint a mezőny legeredményesebb játékosaként 27 pontot szerző Brighton Hobbs elmondta, igyekeznek minden meccsen a lehető legjobbjukat nyújtani. I think we just had to come out and stay focused. Esélyesként nem könnyű egy ilyen meccsre felpörögni, de az a dolgunk, hogy koncentráltan, betartva az edzői utasításokat lépjünk pályára. Busz Iván 11 szerzett pont mellett 11 gólpasszt osztott ki. A csapatkapitány szerint kellemes teher esélyesként pályára lépni. Hál' Istennek elértük azt, hogy szinte mindenki minket akar már megverni. Idejönnek a, szerintem ez egy nagy igazság is alapjáraton, hogy jó csapat ellen jobb játszani, teher nélkül, felelősség nélkül, és nekünk pedig egyre nehezebb felpörögni. Gondjaink is voltak ezzel az első félidőben, de félidőben kaptunk egy kis fejmosást, amit igazából már szerintem magunkban is lerendeztünk volna. Úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy keményítsünk a védekezésen, amit megtettünk, és egészen jóra sikerült, hiszen 21 pontot kaptunk talán a második félidőben, ami azért nagyon jó. És örülök, hogy sikerült behúzni, és tudunk menni egy jó rangadót játszani vasárnap. A forduló további eredményei a következők: MTK Elit Basket Nagykőrös 87-80, Salgótarján Veszprém 75-69, Baja TF Budapest 56-55, MAFS Budapesti Honvéd 90-67 és Budafok MEAFS Miskolc 84-78. A tabella élén a Nyíregyháza 12 győzelemmel és 3 vereséggel megelőzve a 11-4-es mutatóval rendelkező Veszprémet. A kék cápák vasárnap Veszprémben lépnek pályára.